pár hete beszéltünk arról, hogy a puskacső rossz végén vagyunk, és ennek már meg kellett szakadnia, akármilyen ellenfél ellen vagyunk, hiszen ez egy nagy rangadó volt, azt nézzük, hogy a negyedik hely, illetve a dobogóért való küzdelemben ez egy fontos mérkőzés volt, hiszen az utánunk lévő Debrecennel játszottunk, ahol mindig kérdéses az, hogy az első csapatból kik jönnek vissza, hogy jönnek vissza játszani. És én úgy gondolom, hogy az ismert, és nem fogom még egyszer ismételni, az ismert változások, illetve keretcsökkenés után az Eger mérkőzésen már lehetett látni játékban, fejlődést, hozzáállásban, mindenféleképpen pozitívumokat. Az a mérkőzés egy döntetlen szagú találkozó volt, ahogy ezt mondom, a nézők is látták, illetve mi is beszéltünk róla. Ez a találkozó nem úgy indult, hogy a mi meccsünk lesz, hiszen egy öngóllal kezdtük, vagy első félidőben egy öngóllal vezetés szerzett a Debrecen. Én úgy gondolom, hogy a második félidőben olyan játékot produkáltunk, amit már régóta illet volna itt nyújtanunk a ceglédi közönségnek. Ezt mi sem mutatja jobban, hogy elégedettek voltak, hiszen a döntetlen elére megtapsoltak bennünket, és ez nagyon fontos, mert hát végig is valamilyen szinten ez róluk szól, vagy értük szólna ez a dolog. Én úgy gondolom, az összes játékos olyat nyújtott, amit, mint ahogy már mondtam, régóta kellett volna. Kétszer folytottunk vesztett állásból, és egy 40 másodpercet kellett volna kibírnunk a középkezdés után, úgyhogy megszerezzük a labdát, és tudjuk eldugni, levinni a sarokba, faltolni, de hát ez egy dekoncentráltság volt, és óriási hibát követett el a Farkas is, és a Markó is ott, hogy beengedték a Farkas 2 Balázst a 16-os környékére, sokkal előbb ki kellett volna már tolni, de úgy gondolom, hogy a második félidei fölényünket mi sem jelzi jobban. Minden meccs után az elmúlt pár fordulót a statisztikát készítek. 395 körüli passzunk volt a mérkőzésen, ennek 81%-a jó volt. Bal oldalról csak a Vincének volt 18 beadása, ebből 12 volt jó. Tehát azért 18 beadás egy másodosztályú mérkőzésen az már igen jónak számít. És mondjuk azt, hogyha ezt tudott volna még a jobb oldalon a Rebrik hozzátenni, akkor még nagyobb nyomás alá tudtuk volna helyezni őket. Azért nem mondom a Farkast, mert ő ballábasként játszott jobb hátvédet, illetve a Juhászonnak a szerepe az volt, hogy bevigye azt a jobb hátvédet, amit sikerült is megoldani, hiszen így a Csocsónak így volt lehetősége a beadásokra. Tehát én úgy gondolom, hogy minden adott lett volna ahhoz, amit itt az elején felvetette, hogy most már szakadjon meg egy sorozat, és most már győzelemmel zárjunk egy mérkőzést. Én azt mondtam, hogy előre kell nézni mindig, most azért előttünk lévők azok kicsit távolabb vannak, nem látjuk őket, hiszen a pontra gondolok, tehát őket nehéz lesz befogni, de mindenféleképpen nyernünk kell, pontot kell szerezni, hiszen ennek a mezőkövesnek is 37 pontja van, nekünk 41, tehát ők azt mondhatják, hogy ők látnak bennünket, illetve látják a negyedik helyet is még. Nagyon szoros az a középmezőny, hiszen mi vagyunk a középmezőny elején 41 ponttal, a nyolcadik helyzetnek is 37 pontja van, tehát ez igen, igen kemény három mérkőzés lesz, már beszéltünk erről is a mezőköves, de játszunk idegenben, jön az Orosháza, amelyik egy ponttal van mögöttünk, reméljük marad is, minimum egy ponttal a forduló végén, és utána megyünk a Békés Csabához, az a mérkőzés pedig érdekes lehet, hiszen a Békés Csaba addig még akár versenyben is lehet a bajnoki címért.